Szép jó estét kívánok! 2020 utolsó napján, december 31-én ünnepi beszélgetéseink sorában vendégem Bence András, evangélikus lelkész, a Nyugat-Dunántúli Egyházmegye püspök helyettese, a Fejér-Komáromi Egyházmegye legrégebben szolgáló lelkésze. Tisztelettel köszöntöm. Én is szeretettel köszöntöm. Örülök, hogy itt van velünk. Nos, én azt gondolom, hogy amikor elolvastuk az utolsó Fejérvár heti lapunk utolsó lapszámában azt a gondolatsort, amelyben a karácsonyról, adventről írt, nagyon meglepődtünk, hiszen ez egy olyan gondolatsor volt, amit méltatlanul elfeledünk mi. Gondolok itt elsősorban arra, hogy ön végigvezeti, hogy a töpörtjüknek, a kicsin gyermekeknek mit mondanak a szülők, nagyszülők, miként éli meg adventet a kicsit nagyobb bacska, és hogy mit kéne gondolniuk a felnőtteknek, a nagyoknak. Ebből nem idézek én, de én azt gondolom, hogy az utolsó gondolatsor, hogy abban a családban született fogalmaz ön, és az előzményeket azért azt tudjuk, ahol nehéz lett volna ünnepelni, és mégis ott született meg, és hozott ott is megbékélést, ahogy olvassuk is, magához vette feleségét, itt most Józsefről beszélünk, ez az evangélium. Azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükségünk az evangéliumra, és egy kicsit átgondolni a mi történetünket, hiszen amikor 2020-ban megszületett az önök, az evangélikus egyház egész terve, hogy mi minden történjék, az a bizonyos 2020-as lelki útra való, amelyet a gyülekezeti és missziói osztály szerkesztésében nagyon sokan kézhez kaptak, az egy csoda dolog volt. Aztán eljött az a pillanat, amikor abból nem lett igaz, abban az értelemben semmi, hiszen megjött a Covid. Kezdjük talán innét. Egy olyan felépítésű egyháznak, mint az evangélikus, ahol rengeteg közösségi tér van és nagyszerű külön programok. Milyen nehézséget hoz egy ilyen esztendő? Ez az év egészen különleges volt, és tulajdonképpen hálát kell adnunk az Úristennek ezért az esztendőért, mert regiment olyan dolgot juttatott ismét az eszünkbe, amit elfelejtettünk. Amit olyan természetesnek tartottunk, és amin túlléptünk egy kicsit. Hát az én számomra például az egyik legfontosabb, vagy a legelső élmény az volt, hogy mi mindig közösségben gondolkodunk. Jöjjünk össze, találkozzunk, legyünk együtt, és tényleg nagyon jó. Nekem a lelkész jelmondatom is ez, hogy jó együtt lenni Jézus körül. És eközben a jó együtt lenni keresések közben gyakran elfelejtjük azt, hogy Jézus körül. És most ezt kellett megélnünk, hogy nem egymás szeretetéből fogjuk Jézus szeretetét felismerni, hanem hogy Jézus közvetlen szeretetében kell felfedeznünk egymást is. Hogy Jézust hallgatom, ezért vagyok közösségben a másikkal, aki lehet, hogy testileg nincs velem, mert ő is csak interneten kapcsolódik egy-egy istentisztelethez, vagy ő is otthon imádkozik, vagy ő is otthon olvassa a Szentírást, de azért egyek vagyunk, nem testi közösségben, hanem Jézus körül. A pásztor felelőssége mindig különleges, én azt gondolom, a jó pásztor felelőssége, és a közösséget vezető ember felelőssége nem különben. Fontos a felnőttek szerepe, hiszen a felnőtt a szüleiért és a gondoskodó szeretettel, felelősséggel tartozik a gyermekeiért is, illetve a közösségben a társaiért is. Viszont ennek a hierarchiának, ha úgy tetszik, a csúcsán mindenképpen Jézus van. Ugye ebben megegyeztünk, akit hajlamosak vagyunk elfelejteni. De mi a legfontosabb feladat a gyülekezet vezetőjének ilyen helyzetben? Hiszen ilyen helyzetben nem volt még. Igen, ilyen helyzet 101 éve volt utoljára, amikor a tanácsköztársaságban megtiltották az istentiszteletek tartását, az is éppen húsvét előtti időben volt. Legalábbis itt Székesfehérváron ez így zajlott, nem tudom, hogy a háború alatt mennyire sikerült megtartani az istentiszteleteket, arról nincsenek meg a feljegyzéseink, de nagyon régóta nem volt ilyen, hogy nem tudtunk volna összejönni. És valóban más a pásztor szerepe, a lelki pásztor szerepe most. Nagyon fontossá vált a telefonos lelki gondozás, nagyon fontossá vált
az, hogy az ige rendszeresen és megszokott csatornákon keresztül jusson el az emberekhez. Ennek nálunk két fő vonala volt, az egyik az internetes felületeknek a használata, és a másik pedig az volt, hogy személyesen vigyük ki az írott ige hirdetéseket azoknak a gyülekezeti tagoknak, akiknek nincsen elektronikus elérhetőségük közösségi felületekre. És ez volt a gyülekezet vezetőségének az alapvető felelőssége, de itt jött képbe az új fölismerés, amit tulajdonképpen az eredeti, hogy a családfő a családjának a lelkésze, papja, pásztora, hogy mekkora nagy felelőssége van a családfőnek arra, hogy ne csupán a testi, szellemi javakról gondoskodjék, hanem a lelki kincsekről is. Hogy ő tartsa egyben ilyenkor a családot. A lelki pásztor miként tudja ezt segíteni? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy tulajdonképpen, ahogy a beszélgetést kezdtük, hajlamosak vagyunk rábízni magunkat a lelki pásztorra a közösségben. Igen, ez különben nagyon Isten érdekes. Isten és lelki pásztor. Hogyne, és rá kellett arra ébrednünk, hogy ez most kiesik a lelki pásztor ebből a láncolatból, vagy legalábbis nem közvetlenül, a bátorítás szintjén tudtam ezt irányultságot ad, hitet ad, de többet nem tud. Hiszen, így van. És ráadásul ez egy rendkívül különleges történés, hiszen mindig megerősítést jelent a közvetlen jelenlét. Az ige hirdető jelenléte önmagában, tehát a lelkipásztor jelenléte, az én magam, a szomszédom, az egyik oldalamon, a másik oldalom, előttem, mögöttem. Miként sikerült ezt megszokniuk a családoknak? Nyilván különbözőképpen élték meg otthon a családok ezt. Valahol tudom azt, hogy nagyon fegyelmezetten összeült a család, és most együtt nézzük meg. Valahol már az istentiszteletet, vagy együtt hallgatunk meg egy áhítatot az elektronikus felületeken, világhálón. Másút pedig ez nem valósult meg, hanem csak azok, akik önmaguknak szerették volna. De azért ott is lehet, hogy láttak példát a fiatalabbak a szüleiktől, hogy ők érdeklődnek, lehet, hogy mi is bele hallgatunk abban, amit a szüleink meghallgattak. Hogy kapták meg a lelki útravalót? Öntől, önöktől, hiszen nyilvánvaló, hogy segítségre mindenképpen szükségük Igen. van, mert az alkalmak megvannak, tehát itt az ünnepekre gondolok, megvannak az alkalmak, plusz megvannak a vasárnapok, a szombatok, azok a fontos pillanatok, amelyek egyébként is egy hittel élő ember számára alapvetések. Viszont az alapvetés az nem csak a Biblia az a lelki útra való, hanem sokkal többet ad megerősítésként a lelkipásztor. Hát három részre kellene, vagy négy részre kellene osztanunk az esztendőt, mert volt a január 1-től a március 15-ig, 5-ig tartó szakasz, amikor tényleg mindent terveztünk előre. Nagyszerű imahetet tartottunk a református katolikus baptista testvéreinkkel, újítottunk abban is egy kicsit az imahétben. Nagyon érdekes volt, és jól indult az esztendő. Március 15-én, hát nem teljesen váratlanul, de ért bennünket az a hír, hogy nem lehet istentiszteleteket tartani, és éppen a nemzeti ünnepen mi már közvetítettük az istentiszteleteinket zárt ajtók előtt, akkor ugye ez volt, hogy zárt ajtók előtt tartottunk istentiszteletet, elektronikus felületen ez megjelenhetett, és világháló meg lehetett nézni, nekünk a gyülekezetnek oldalán is, meg van egy honlapja is, ahol szintén megjelenhetett ez a felület. Azért ez, bocsánat, hogy közbevágok, ez nagy kihívás volt, hiszen technikailag el kellett indulni egy olyan úton, ami aztán most már bizonyosan megmarad, hiszen ennek hasznát veszik a későbbiekben is. Így van, tehát teljesen váratlan volt. Én a keresztfiamtól tanultam meg, hogy hogyan kell a telefononnal ilyeneket elvégezni, és hát maradtunk azon a színvonalon, nyilván egy kicsit kockázatos ez, hogy van-e internet elérhetőség a templomban, néha kimarad a hang, elromlik a kép, ennek van kockázata.
És ezért jó volt az, hogy emellett írásban is azért közzétettük, tényleg személyesen bedobtuk postaládákba az ige hirdetéseket. Ez volt a nyár elejéig, június, nem tudom, 11-ig volt talán. A hívek ezt miként fogadták, hiszen visszajelzés nyilván érkezett? Hát érkeztek visszajelzések, furcsa. Hát ugye ebbe az ünnepkő, vagy időszakba esett a húsvét. Tulajdonképpen a pünkösd is ebben az időszakban volt. És végig ünnepelni úgy a legnagyobb keresztény ünnepeket, hogy nem, hogy úrvacsora nincsen, nálunk minden vasárnap osztunk úrvacsorát. De nem, hogy úrvacsora nincs, istentisztelet nincs. Hogy nem megyünk el a templomba. És ne feledjük, hogy a fiatal korosztály talán felkészült az online létre, meg még a szüleik is, nem különben, de az idősebbeknek azért óriási nehézséget tartogatott ez az időszak. Nagyon érdekes, hogy vannak 80 éves emberek, akik valami oknál fogva megtanulták ennek a felületnek a használatát, talán a családban való levelezés érdekében, vagy másokból, de nagyon érdekes az, hogy sokszor 60 évesek idegenkednek az online felülettől, máskor pedig 80-85 éves emberek pedig könnyedén bekapcsolódnak, és jelzik azt, hogyha valami nem teljesen jó a felületen, és élvezik azt, hogyha működik. Tehát ez volt a második időszak. Ez volt a második időszak, utána jött egy kicsit lazítóbb szakasz, az első hullámnak a vége. Igen, azt hittük, hogy vége van. És elindultak a személyes találkozások. Óriási élmény volt ez. Nem szüntettük meg az elektronikus felületeket sem, mert hiszen azt vettük észre, hogy több olyan gyülekezeti tagunk, aki betegség miatt, vagy éppen távollét miatt nem tud részt venni az istentiszteleten, örömmel kapcsolódik be távolról is, vagy az otthonából is ezekben az istentiszteletekben. Ebben a következő időszakban, hát én az időpontokkal bajban vagyok, ez talán október közepéig tartott. Október tájéken így van. Ebben az időszakban azért egy sor gyülekezeti alkalmat meg tudtunk tartani. Nyári hittanos táborunkat is kicsit csökkentett létszámmal, nagyobb odafigyeléssel, de nagyon szépen meg tudtuk tartani. A gyülekezeti házunk 25 éves évfordulóját meg tudtuk ünnepelni visszafogottan, egy gyülekezeti kirándulással, tehát hogy szabad téren legyünk. Nagyon szép élmény volt ez is, tele tartalommal, és meg volt a konfirmáció nyár elején, a június utolsó napjaiban. Úgyhogy a vizsgája az egy kicsit más volt, mert ugye mindig az szokott lenni, hogy kiülnek a gyerekek, és kérdésekre válaszolnak. Most ezt nem mertük megtenni, hogy találkozzunk egymással, és egy kicsi zárt térben legyünk együtt, hanem ők elektronikus válaszokat küldtek be, saját felvételeket, kisfilmeket, nagyon ötletes dolgokat láttunk a fiataloktól. Élveztük azt is. És aztán jött ez az utolsó időszak, amikor nem zártuk be teljesen a templomot, mert a szabályokat megtudtuk, az állami előírásokat meg tudtuk tartani, hogy 2 méteres távolságvédő, állarccal vagy maszkkal felszerelkezve, és nem túl sokan voltunk együtt, de 40-50-60-an együtt lehettünk, és valahogy most karácsonyra elérte azt a pontot, hogy alig jöttek el az istentiszteletekre, hogy inkább a családi együttlétet választották, és onnan nézték az istentiszteleteket. Tehát karácsony ünnepén a szenteste kivételével szinte senki nem volt. Tehát előtérbe került a személyes elmélyülés. Igen, igen. Illetve a családban. Igen. Mennyit segített az, hogy az egyház honlapján általában fönt voltak a lelki útravalónak az alapvetései? Ezt gondolom, hogy arra figyeltek. De ez eddig is megvolt, gondolom én. De azért eddig mindent vitt, ha úgy tetszik, hát köznapi nyelven szólva a személyes együttlét. Igen.
Azt szeretném mondani, hogy nálunk azért nem olyan a hiti élet, hogy azt kell elolvasni, amit az egyház központi szervezete kijelöl, hanem éppen az a lényege a lelki életünknek, hogy mindenki gondolja végig saját maga. A vasárnapi istentiszteletek ige hirdetései, vagy egy-egy biblia óra, vagy egy felnőtt hittan, ez nem arról szól, hogy kész termékeket adunk az embereknek, hanem inkább úgy fogalmaznék, alapanyagot, amiből készítsd el a saját lelki táplálékodat. Tehát nem lehet kibújni az alól a felelősség alól máskor sem, hogy az ember gondolja végig, elmélkedje át azt, amiről szó van. A Biblia tanítása, vagy a Bibliában leírt ige az, ami a fontos, ahhoz egyfajta segédanyag az ige hirdetés, vagy az arról szóló tanítás, de az egésznek az elfogyasztása, hogy táplálékká váljék, az mindenkinek a saját felelőssége békeidőben is. Most ebben az időszakban meg különösen is így van. Elindult egy olyan sorozatuk advent első vasárnapján, ami megint csak példaértékű, a Teletemplom sorozatra gondolok. Ez mennyit segített? Hiszen azért az adventi ünnep, ahogy imént beszéltünk róla, a húsvét nagyon-nagyon fontos, és az advent. Ez a két olyan egyházi ünnep, amikor egyszerűen, tehát az alapvetés egy kicsit elmélyülni. És ebben nyilván fontos szerep jutott. Igen, ez a Teletemplom című sorozat, amelyik az országos egyházunknak a kiadványa volt, és megtalálható az Evangélikus Egyháznak a honlapján. Nagyon reméltük azt, hogy a helyi tévék ezekre vevők lesznek, ezekre a műsorokra, mert ezek profi felvételek, nem ugye az én a fehérvári istentisztelet is felvétel, de hát azért az egy szál telefonnal készült, és minőségileg nem a legjobb felvételek. De ezek a Teletemplom című sorozatok, ezek nagyon jók voltak, már profi felvételek, és talán a tartalom is, 10 perces adások, tehát megnézhetők voltak, és ez már a húsvéti időben is elindult ez a sorozat, és most az adventi karácsonyi időszakra is készült egy ilyen felvétel sorozat. Én ezt szeretettel ajánlom a testvéreknek, az érdeklődőknek, mert hát érdemes ezeket így egységben is végignézni. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy itt Székesfehérváron remek a kapcsolat a különböző egyházak között. Ez az idén hogy alakult? Pontosan azért kérdezem, mert hogy ugye egy alkalmat említett, ahol együtt ünnepeltek értelemszerűen, de azért azt megszokhattuk, hogy az evangélikus, református és katolikus közösségek együtt gondolkodnak a kijelölt veretes ünnepeken. Hát most ez nyilván nem valósulhatott meg, de a hagyományokról kérdezném, mert hogy ez nagyon is előremutató történés. Igen, Fehérváron mi egészen különleges helyzetben vagyunk, és történelmileg különleges helyzetben vagyunk. Emlékezem még áldott emlékű Tölgyes Kálmán kanonok atyára. Hát ragyogó ember volt ő. És én ide kerültem fiatal, 24 éves emberként, és a barátaimmal, katolikus barátaimmal egy tezéi imaórát szerveztünk, és azt gondoltuk, hogy milyen jó lenne ezt a bazilikában tartani. És gond nélkül beengedett ő bennünket akkor a bazilikába. Tehát ez már majdnem 40 éve volt, hát 30, 36 éve volt. Hogy ő benne, és egy alkalommal azt mondta a Tölgyes atya, hogy András, azért én hiszem, hogy az Úr Jézus nálatok is átváltoztatja a szentséget, az oltári szentséget. Micsoda nyitottság volt ez az ő részéről. És ugye ez megmaradt. És ez megmaradt azóta is, és az is nagyon érdekes, hogy a négy felekezet
együtt tud ünnepelni. Igen, református nem említettem, illetve a református és baptisták. És a baptisták. Hát igen, a zsidó hitközséggel is jó kapcsolatunk és, van. És ráadásul igen, tehát igen. Ez már az ötödik, ha úgy tetszik. Hát még tudnánk sorolni, mert ugyanígy a pünkösdi közösséggel is élő kapcsolatunk van. Úgyhogy nagyon, vagy amikor van egy kis szabad egyház, a keresztény közösség egyház című társaság, ők a mi templomunkba tudtak összegyülekezni, amíg hát ez a vírus járvány miatt az ő megszokott helyük az foglalt volt. És így együtt vagyunk, hiszen éppen azért, mert arra döbbentünk rá, hogy nem mi alkotjuk az egyházat, hanem Krisztus. Nem attól egyház valami vagy valaki, mert különböző ismérvei vannak, hanem attól egyház, hogy a Krisztushoz kötődik. És hogyha ő másként kötődik hozzá, mint én, attól még csak az egyház gazdagságát fogja felmutatni, és nem pedig szétszakítja az egységet. Igen, ahogy Zsolt is fogalmaz, szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Igen. Hát ez mindenkire vonatkozik. Egy kicsit essék szó 2021-ről, holnapról. Nagyon is jól tudjuk, hogy felesleges terveket szőni, hiszen aki mostanság terveket mond, az legfeljebb eshetőségre gondol, a koronavírus, Covid okán, de azért nyilvánvaló, hogy minden esztendő fontos. Milyen olyan terveik vannak, amelyeknek nagy gátat szab a koronavírus? Lesz-e olyan ünnepségsorozat, olyan pillanat, amely kiemelten fontos az evangélikus egyháznak? Bár minden pillanat fontos azért. Minden tudjuk. Pillanat fontos. Ami miatt megálltam gondolkodni, az egyrészt annak elmondása, hogy azért ezt a Covid járványt nagyon-nagyon meg kell gondolnunk, mert hogy ez nem véletlenszerűen történt. Ez a túlnépesedésünknek az egyik természetes velejárója. A globalizációnak az egyik természetes velejárója. Ahogyan megjelentek ezek az ázsiai poloskák, és minden lakásba betüremkednek, és elszaporodtak, ugyanígy ezek a vírusok is. Nagyon fontos végig gondolnunk az életünket, nem csupán az életmódunkat, a modus vivendit, hogy hogyan lehet jól élni, vagy kényelmesen élni, nem csak ezt megtalálni. Azt is igen, meg kell találnunk, hogy hogyan tudunk kapcsolatot tartani egymással, amikor a személyes találkozás nem lehetséges. De azt is meg kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk úgy élni ebben a világban, hogy nem terheljük túl ezt a világot. Hát úgy mondanám ezt keresztény nyelven, hogy ideje volna megtérnünk az Istenhez, számításba venni Istent. Ebben az esztendőben erre nagyon oda kellene figyelnünk, mert ma még van rá időnk, holnap nem biztos, hogy van. Számomra a vírus járvány idei, tehát 2020-as megjelenése ezt jelentette, hogy ma még tudok valamit tenni, és akkor tegyem azt ma még meg, de holnap nem biztos, hogy van rá a lehetőségem. Amire az évre gondolok, az nyilván az, hogy tervezzünk. Muszáj tervezni. Mert hogyha valami lehetőségünk lesz, akkor avval élnünk kell. Nem lehet készületlenül belemenni. Tehát igenis szeretnénk megtervezni a gyülekezetünknek, és különösen az országos egyháznak az életét, bár ebben én nem vagyok jelentős pozícióban, de ezeket végig kell terveznünk. A családunk életét is megtervezzük, és aztán valami majd lesz belőle, rugalmasan kell tudnunk ezeket kezelni. A mi gyülekezetünknek most külön nagy ünnepe nem lesz várhatóan. Az évfordulókat lezártuk. Az egyházban lesznek ilyen egyháztörténeti jelentőségű események, Luther életének az
különböző állomásainak az 500. évfordulója, az 1520-as év, az Luther, vagy 21-es év Luther számára az nagyon fontos esztendő volt, úgyhogy ezekről nyilván meg fogunk emlékezni, és fontos lenne, hogyha a gyülekezetünk is ezekbe az emlékezésekbe belekapcsolódnék, és hogyha meg tudjuk tartani a közösségi alkalmainkat, az nagyon fontos. Amit még szeretnék elmondani az előző esztendővel kapcsolatban, hogy az esküvők és a keresztelések azok, amelyek leginkább elmaradtak. És ez fájdalmas. Valamiképpen azt is meg kell tanulnunk, hogy ezekkel a cselekményekkel, vagy a cselekményeknek, ezeknek a cselekményeknek a valós tartalmát gondoljuk végig. Mert hogyha a valós tartalma az, hogy találkozzunk egymással, mondjuk egy esküvő keretében, akkor azt mondom, hogy igen, halasszuk el az esküvőt, mert járvány idején nem lehet találkozni, veszélyeztetni egymást. De hogyha ezeknek több a tartalma, vagy más a tartalma, mint a találkozás, akkor meg kell tartanunk ezeket a tartalmakat. Az esküvő esetében, hogy házasságra léptünk, hogy kezdete van az életünknek, a közös életünknek. Ezt én elég fontosnak találom, hogy nem csak úgy beleúszkálunk a közös létbe, hanem adunk neki egy ünnepélyes kezdetet. Hogyha ezen más nem is lehet jelen, csak a szülők és a tanúk, vagy a testvérek, akkor is adjuk meg ezt a kezdetet neki, mert ezzel fogjuk megalapozni a közös életünket. Ugyanígy a keresztelővel kapcsolatban is, de hát amikor tervez valaki, akkor gondolja azt meg, hogy mi az, amit tervez. Történjék így, ez legyen a jövő. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm én is a beszélgetést, boldog új esztendőt kívánok. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is egész éves megtisztelő figyelmüket, boldog új évet mindnyájuknak, viszontlátásra 2021-ben.